Halleluja! Mennyi Atyám, köszönöm, hogy Te vagy a menedékünk, a kővárunk és az erősségünk a bajok idején is. Most teljesen rád bízzuk magunkat, teljesen rád hagyatkozunk, és teljes szívünkből bízunk benned. Mert Uram, Te egy szerető édesapa vagy, és mi a gyermekeid vagyunk. És Te nem hagysz el minket. Hálát adunk neked, mennyi Atyánk, Abba, és áldunk, mert csodálatosá tetted a kegyelmedet rajtunk, megerősítettél minket. Abba, Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket, szereted az igazakat, és segítségünk tőled van, hiszen Te teremtetted az eget és a földet, semmi sem túl nehéz neked, Te mindent megtehetsz, és Te nem engeded, hogy a lábunk meginogjon, és Te nem szunnyadsz el, és Te vagy a mi őrizőnk. Te vagy a mi árnyékunk, a jobb kezünk felől, és Te megőrzöl minket minden gonosztól, megőrzöd a lelkünket, megőrzöd a mi ki- és bemenetelünket, mostantól fogva mindörökké, és köszönöm, drága mennyi Atyám, hogy Te így bíztatsz, hogy hívjunk segítségül Tégedet a nyomorúság idején, Te megszabadítasz minket, és mi dicsőítünk Téged. Tehát mi segítségül hívunk, Te szabadítasz, mi dicsőítünk. És Te, Uram, nem hagysz el, mert meg van írva, velem vagy, el nem hagysz, sem el nem maradsz tőlünk. És Te vagy az Úr, a gyógyítónk, Te vagy az Úr, aki meggyógyít minket, és aki előttünk megy, és Te vagy velünk, és el nem maradsz tőlünk, sem el nem hagysz minket. És Te azt mondod, hogy ne féljünk és ne rettegjünk, ezért megtagadjuk a félelmet. Halleluja! Mert a hit szellemét vettük, nem pedig a félelem szellemét. És velünk vagy, mindenütt valahová megyünk, minden ellenségünket elveszted a mi arcánk előtt. És Te hírnevet szerzel Te gyermekeidnek, amilyen híre hatalmasoknak van. És köszönöm, Uram, hogy megigazítottál minket, és ami kiáltunk, Te meghallgatsz, és minden bajunkból kimentesz minket. Minden bajunkból, halleluja. És Te nálad van az életnek a forrása, Uram, és élővizek folyamai ömlenek belőlünk, és nem a nyomások áradnak rólunk, és a Te világosságod által látunk világosságot. És a Te békességed van a szívünkben, ezért nem nyugtalankodik a szívünk, nincs bennünk félelem. És ezért megtagadjuk, hogy bármifelől nyugtalankodjunk, féljünk vagy aggódjunk, és megátkozzuk ezeket a démonokat, és sor vagyatok el, és Sátán ellenállunk tenéked, és az összes hozzátartozó elnyomó, sanyargató, gonosz démonnak Jézus nevében, és megtagadunk benneteket minden félelem, bátortalanság, önsajnálat és depresszió. És lehet, hogy úgy érezzük, Uram, sokszor, hogy öven alul ütést kaptunk, és olyanok ember, csalódtunk emberekbe, akikbe bíztunk, és meglopták a bizalmunkat, és gonosz dolgokon megyünk át. De Uram, Te nem engedsz feljebb kísértetni, Uram, és Te, Uram, a vigasztalás Istene vagy, és Te nem azt akarod, hogy a sebeket nyalogassuk, és hogy lelkizzünk, hanem mi az igazság szavait mondjuk ki a Te erőddel, Isten erejével. És azt mondod, hogy az ördögnek ne adjunk helyet, mert a keserűség az olyan, mint egy vírus, mint egy gonosz feké, ami terjed. És ezért megátkozunk minden ilyen keserűséget, hogy ne tudjon tovább terjedni, most megállsz, Sátán. Minden keserűség, hitetlenség, depresszió, megvalljuk, hogy a hívők vagyunk, nem kételkedők, nem depresszív emberek, nem egy szenvedő egyházad van, nem egy olyan Isten vagy, aki szadizmusban lelné örömét, és Te nem mazohista embereket kerestél, Uram, mert megvan írva, hogy Te gonoszsággal nem kísértesz, és teljes öröm van a házadban, és azt mondja az ige, hogy mindenkor örüljetek, de nem lehet egyszerre depressziózni, meg szenvelegni, meg örülni. Mármint az ember lelkéről beszélek természetesen, tehát a lélek, az fontos, hogy felszabaduljon, Uram, a Te jelenlétedben, mert azt mondtad, hogy
olyan örömet adsz nekünk, hogy a te örömedet adod nekünk. Ami örökös öröm a fejünkön, és ezért kiárasztjuk az örömöt, és nem engedjük be, nem nézzünk az ellentmondó körülményekre, nem nézzünk arra, hogy kik szurkáltak meg minket, kik szúrtak hátba, ki mit beszél, mert Uram, te jót mondasz rólunk, és te szeretsz. És Uram, átadjuk neked ezeket a csalódásokat, fájdalmakat, Uram, hogy úgy érezzük néha, hogy nem ezt érdemeltük, hogy miért kaptuk ezeket. De nem tőled kaptuk, az ördög az, aki ver, az ördög az embergyilkos, az ördög a tolvaj. De most már nagyon kevés ideje van, és most már és hatalmat is adtál felette, Uram, halleluja. Dicsőség az Úrnak, te azt mondtad, hogy adtál hatalmat. És ezért mi uralkodunk ezeken az érzelmeken. Uralkodunk. És az ördögnek pedig nem adunk helyet az életünkben, nem adunk neki lehetőséget azáltal, hogy depressziózunk, hogy kesergünk, hogy hitetlenkedünk, halleluja, nem adunk lehetőséget. Hiszen a mi a bárányvére által megszabadultunk az ördög elnyomása allól. Halleluja, akit fiú megszólított, az valóságosan szabad. És a depresszió, az elnyomás, a kárhoztatás, szorongás gondolat Jézus nevében eltávozott. És az is hazugság, hogy már az ember annyit hibázott, meg hogy már menthetetlen, már nincs értelme. Ez az ördög hazugság, hogy feladjuk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. És aki hisz, az kőfalon is átugrik. A te meg mész előttünk, drága atyám, és letöröd a vaszárakat. És lehet, hogy még nem látjuk, de lehet, hogy most már nagy áttörések előtt vagyunk, és ezért megtagadjuk a körforgás szellemét, hogy amiért már nagyon régóta imádkozunk, az már át fog törni, mert azt mondja az ige is, hogy még a gonosz bíró is, amikor rájárt az a nő, akkor végül csak azért megadta, mert már terhére volt. És mennyivel inkább te. De mi zörgetünk, nem fogjuk be a szánkat, hanem zörgetünk, keresünk, és szorgalmasan, és nem adjuk föl, hogy jaj, én már csalódtam, mert én kerestem már az urat. Én már jártam 10 évig a gyülibe, és hol vagyok? Én már voltam lelki gondozáson, itt-ott mondja valaki. Én már kerestem a társamat, már randizgattam, meg mit tudom én, azt nem jött össze. De tudod, mit mond az Úr? Hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szálljanak el, mint a saskesejük. És a megadott kívánság az életnek a fája, és azt mondja az Úr, hogy amit kérünk imában, azt higgyük, hogy megkaptuk, és ne csak reméljük, hogy hát én nem tudom, hanem higgyük, a hit, az meg birtokol, a hit azt mondja, hogy igen, ez megvan nekem. Ezért ne csak reménykedjünk, meg ne vallásoskodjunk, hogy ezt nem lehet tudni, hanem igenis birtokoljuk az üdvösséget, birtokoljuk az imakéréseket, az Úr jó, az Úr édesapa, az Úr nem olyan, mint egy ilyen főnök a multicégnél, hogyha nem úgy teljesít valaki, vagy akkor rögtön kirugdossa, mert az Úr az ha azt látja, hogy vannak gyümölcsök, akkor segít, és még jobban metszi lefele a rossz dolgokat, és hogy újra és újra adja az új erőt a gyümölcstermőknek. És hiszem, hogy sok-sok gyümölcsöt termünk. Miért termünk? Mert az ige megöntözi a földet, és nem tér vissza üresen. És az ige a te beszéded, Uram. Halleluja. És köszönjük, Uram, hogy az erő, a szeretet és a józanság szellemét adtad nekünk. És bennünk Krisztus értelme van. És kitartunk a szívének gondolataiban, érzéseiben, céljaiban. Mert az az indulat van bennünk, amely volt Jézus Krisztusban is. És folyamatosan megújulunk az ige és a Szent Szellem frissítő fürdője által, elménkben és szellemünkben. Felöltöztük az új embert, mi Isten szerint teremtetett. Miben? Hazugságban és szentségtelenségben? Nem, hanem igazságban és valóságos szentségben. Igazságban és valóságos szentségben. És köszönjük, hogy a hit az a nem látható dolgokról való meggyőződés, és a remélhető dolgok valósága. És a hit az nem a látható dolgokról való meggyőződés, és a reménylett dolgokba a kételkedés, az nem a hit. A hit az a nem látható dolgokról való meggyőződés, a remélt dolgok valósága, birtoklása. És mi a hit emberei vagyunk, nem reménykedő, persze van remény is, hit, remény, szeretet, de nem vallásos emberek vagyunk, akik megjátszák itt a dolgokat, de tagadják annak erejét. Ugye, hogy az Isten fiam látszatát megtartja, még mondogatja, így az Úr, úgy az Úr, meg eljár közösségbe, de már a szívében megtagadta az erejét, a dünamiszt, az Isten erejét, az Isten jelenlétét, az Isten szentség erős csodatevő erejét, az Isten csodatevő Isten, nincsen Isten, aki nem csodatevő. Ha valakinek olyan Isten van, nem csodatevő, ez nem Jézus. Ahol Jézus járt, ott történtek dolgok, ott a démonok kimentek, ott a betegek meggyógyultak, ott az emberek megtértek, ott az emberek látták, hogy és tapasztalták Istent, mert Isten
nem egy filozófia, nem egy ideológia, nem egy vallás sok közül, hanem ő egy atya, ő egy apa, aki a gyermekeit igazságösvényein vezeti, és ezért útjaink boldogok és biztonságosak, lábainkkal egyenesen járunk, lecsüggesztett kezeket és ellenkott érdeket kiegyenesítjük. És azt mondom neked is, aki hallgatod, meg magamnak is, hogy lépjek ki a depresszióból, szorongató körülményeidből, amelyek olyanok, mint a rabtartók, hogy fogva tartanak tégedet. Téged. És úgy érzed, hogy mindig, amikor egy kicsit jobb, utána újra kiüt az ördög. De nem kell, hogy körforgásba járja, nem kell, hogy pusztába kóvályogjál, mint Izrael 40 évig, hanem lépjél ki hitből, ahogy Káleb és Józsué, halleluja, ők megvallották, hogy legyőzik, és bemennek. És ezt a szellemet árasztom ki, a Káleb és Józsué szellemét. A Mózes, aki erőszívű volt, mint aki látta volna láthatatlant. És ráadásul nekünk még jobb ígéreteink vannak, mert új szövetségben vagyunk. Halleluja! Halleluja! Ezért keljünk fel új életre, és most új életre kelünk fel, és megvilágosodunk. Mert eljött a mi világosságunk, az Úr dicsősége feltámadt, és tudod, hogy rajtad is feltámad? Csak ne magadra nézzél, ne arra nézz, hogy mit csináltál, vagy mi, ne a cselekedeteidre nézzél, ne a körülmények, ne a világra, hogy már megint háború van, már megint ez van, az van, meg gazdasági problémák, meg mi, kormány, hanem nézz Isten beszédére, és fogadd a szívedbe, zárd a szívedbe, elmékedjél rajta, vald meg és cselekedd meg, és működni fogok, hidd el, az ige. Mert azt mondja, hogy minden ember inkább legyen hazug, de Isten igaz. És ha Isten kijelentett valamit az igében, ő igaz mondó. És lehet kételkedni, lehet cinikuskodni, de nem jut sehova, nem jut sehova. Lehet nyalogatni a sebeidet, hogy jaj, nem gyógyultam meg, jaj, nem kaptam meg a tárcsomat, nem lett házam, jaj, csalódtam. Jó, csalódtál, jó. Nem jó. De akkor ne fertőzzed az embereket, hogy ezt mondogatod, meg már nem is mész közösségbe, meg vagy hívva. Nekem is volt olyan ember, meghívtam. Én régen még együtt vitézkedtünk, harcoltunk, de feladta, és már csak keserű beszédeket mondott, meg elment ezotériába. Nagyon vigyázzál ezzel, mert nem szórakozzál, és hogyha meg a ilyeneket tettél, meg kihasználtál meg ilyenek, akkor meg kérjél bocsánatot. Akkor meg gyere vissza, akkor nem azzal, hogy eltűnsz, hogy elmenekülsz tőlem az életemből, és sunyogsz, meg kikapcsolod a telefonodat, mint amikor egyszer átvágtál, hogy megvettük neked a jegyet, aztán kikapcsoltad a telefonodat, mert nem akartad kifizetni. Fejezzed be a sunyi útjaidat. Fejezzed be, hogy megjátszod itt az embereknek magadat. Nehogy ítéletre kerüljél. Mert tart a kegyelem, az Úr jó, de hogyha te megtagadod ezt, és kerüled a testvéreket, és sunyogsz, és lehúzod, meg irigykedsz, mert valakinek jobb családja volt, mint neked, és ez irigyked, le akartad húzni a szintedre, ember. Szállj magadba, és combodat verve, és szégyenkezve, amit tettél. Mert kihasználni egy embert, azt lehet, amíg van neki, amíg pénze, meg javai, meg mit tudom én, meg kocsival vigyen ide-oda, azt lehet. Utána meg meghívjam a csoportba, azt már el se jössz, meg sunyogsz. A testvéri kapcsolat az nem abból áll, barátom, hogy karácsonykor küldözgeted a vallásos ízeidet, hogy boldog karácsony, meg boldog új évet, barátom. Nagyon vigyázzál, hogyha meg nem tértél, nehogy még ne a bajba kerüljél, mert már így is minden bajod van. Az Úr áldjon meg is, állítson helyre, én nem haragszom, de kérje bocsánatot. Ez nem így működik, ez nem így működik, ember. Hogy a régi barátokat csak úgy ott hagyjuk, és már kerüljük, már nem megyünk, amikor kibéreltük a helyet, és meg voltál hívva, akkor sunyogtál. Az Úr áldjon meg. Elnézést, csak itt valaki följött bennem közben, kinek nem inge, ne vegye magára, de keressetek meg, és gyertek, és beszéljük át, hogyha régen ismertél engem, és eltűntél, akkor keresd meg. Keresd meg. Ne az legyen, hogy elbújdokolsz, meg ilyenek, meg sunyogsz, meg így netem még néha rám irogattál. Az kevés. Most az Isten egy népet akar magának az utolsó időkben, egy harcos népet. Van csoportunk, gyere el! Persze nem azt mondom, hogy neked is van, meg nem azt mondom, mindenkinek ide kell hoz mi csoportunkba, de egyesüljünk, tehát egyesítsük az erőket. Te, hogyha meg nem jársz már sehova, meg visszazuhantál,
vagy ilyen izébe jársz, hogy eljársz még ilyen szektákba, meg ide-oda, már mint ilyen piramis rendszerben ott hallgatod állandóan a pulpitusról a szöveget, de nem csinálsz már semmit, akkor csináljuk újra a házi csoportot, az ima csoportot. Amen? Na, elnézést. Lehet, hogy ez valakinek szólt. Hálát adok neked, atyám, hogy megtaláltál engem. Köszönöm, hogy állandóan velem van a te kezed. Sőt, a te karod erősít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat el az ellenség, és a gonosz nem nyomorgathat engem. Mert te, uram, előttem rontod meg az én szorongatóimat. Áldalak, atyám, mert velem van a te hűséged és kegyelmed. Te neveddel magasztaltatom fel Jézus nevében. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet. Elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül is, igen, megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat. Figyelmez az én könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erős tornyom az ellenség ellen. A te sátorodban lakozom mindörökké. A te szárnyaid árnyék alá menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Hálát adok neked, Uram, mert meghallgattad az én imáimat. Te neved tiszteleinek örökségét megadtad nekem. Istenedet lakozom örökké, kegyelmedet és hűségedet kirendelted, hogy azok őrizzenek engem. Bizony, bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem a magasságosnak kegyelme. Az Úristen támasztott fel engem igazságban, és minden utamat egyengeti. Az Úr az én osztályrészem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az Úr nem hagyja magát tanúbizonság nélkül, mert jól tevőm az Úr. Add mennyből esőket és termőidőket, és betölti eledelel és örömmel az én szívemet. Köszönöm neked, atyám, Jézus nevében, hogy megszabadítottál minden a világi gonoszságtól. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellemnek közössége van velem örökkön örökké. Békesség Istenem megszentel engem mindenestől, és az egész való mind szellemem, mind lelkem és testem feltétlenül megtartatik az én Uram Jézus Krisztus eljövetelére. És az Isten, az ő kegyelmességének igéje, aki maga az Úr Jézus Krisztus felépít, meggyógyít és megvigasztal engem, és romolhatatlan örökséget ad nekem minden megszenteltek között. Hálát adok mindenkor mindenekért, az én Uram Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Halleluja! Halleluja! És Uram, megbocsájtunk mindenkinek, aki vétkezett ellenünk, Uram, de add meg, hogy valóban fölvegyék velünk a kapcsolatot, és ha kell, akkor bocsánatot kérjenek, és ha nekünk kell, akkor mi is meg tudjuk tenni. Én is megtettem ezt nemrég egy emberre kapcsolatosan. Legyen bennünk egyenesség, és ha volt is bennünk ilyen dolog, akkor rendezzük a dolgokat. Uram, a te erősségedben örülök, és a te segítségedben felett örvendezek. Halleluja! Szívem kívánságát megadtad nekem, és ajkaim kérését nem tagadtad meg. Sőt, elém hoztad javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejemre. Életet kértem tőled, adtál nekem hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én dicsőségem a te segítséged által. Fényt és méltóságot adtál rám. Sőt, áldását tettél engem örökké. Megvidámítottál engem színed örömével. Bizony, bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem van a magasságosnak kegyelme. Halleluja! Atyám, ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezek és vigadok ezen. És megáldom a megtérés kegyelmével. Még az, akár az ellenségeimet is, Uram. Halleluja! De köszönöm, Uram, hogy most nem üldöznik az egyházat jelenleg olyan szinten, hogy össze lehet még jönni, még lehet imacsoportokat csinálni, kázi közösséget. Uram, ezért add meg, hogy legyen bölcsességünk, hogy bölcsen éljünk ezekkel a gonosz napokban. És az olaj el ne fogyatkozza, hogy olyanok legyünk, mint az okos szüzek, hogy ne legyünk bolondok. Ne legyünk bolond szüzek, megtagadjuk a bolond szűz szellemiségét, megátkozzuk, és kiárasztjuk az okos szűz szellemiségét. Halleluja, és vigadunk, és örvendezzünk, mert kívánjuk a te igazságodat, és mindenkor azt mondjuk, magasztaltassék az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. És én azt mondom egyébként, bocsánat, hogy ahogy te bánsz az emberekkel, hogy a hívő emberek fölkent emberek. És hogyha te úgy bánsz a hívő fölkent emberekkel, hogy mind a kapsz a rongyal, hogy a saját érdekeid szerint használod őket, kihasználod őket, és utána meg, hogyha lelepleződsz, akkor meg menekülsz tőlük. Fejezd be! Fejezd be! A fölkenttel ne játszódjatok!
És a fölkent Jézus. És Jézus fölkent az ő népét, a gyermekeit. És hogyha meg szidalmaztad, meg trágár módon szidalmaztad a fölkenteket, akkor magadra hoztál nagy bajt, nagyon gyorsan térje meg, amíg van lehetőség. Hogyha te ok nélkül, mert egy beképzett narcisztikus ember vagy, kárhoztattad és össze-vissza vádoltad az Isten gyermekeit. Nagyon vigyázzál, és tényleg térje meg, hogyha te kapcsolódnak használtad az embereket, meg csak csatlósokat kerestek, itt leuralhatsz, te farkas, te kihasznál, te nem barátokat, meg testvéreket kerestél, hanem kihasználd az embereket. Te bajba vagy, barátom. De még te is megtérhetsz, mert lehet, hogyha tényleg megbánod és újjászületsz, akkor ott van a nyitott ajtó. De ha nem, akkor nagyon nagy bosszú lesz. Te, akik állatokhoz is kegyetlen voltál, kacérkodtál sátánizmussal, játszottad az eszedet. Valójában meg egy megjátszós gyáva ember vagy, nem az vagy, akinek mutatod magadat. Hanem csak egy sóvárgó ember vagy, aki te ózanagy varázslóként be akartad mutatni, hogy milyen kemény vagy. Persze. De hogy vagy te kemény, barátom? Az ilyen okult sátánista utaidról meg kell térni. Nem én mondom, most lehet pampogni, hanem azt mondja az Úr, hogy elkárhoznak azok, akik ellenállnak, és sátánizmusban meg ilyenek, meg kacérkodnak, meg állatokhoz is kegyetlenek, mert azt mondja, hogy az igaz, még az ő barmának az érzését is ismeri. De az istentelen szennyes embereknek meg kegyetlen a szíve. Úgyhogy én kívánom is, hogy ezeké menjen rád egy kőkemény, hogy csapdosson téged ezek a gonosz dolgaidért úgy az Isten angyala, hogy téged becsapdosson, jó esetben megtérésbe csapdosson, hogy felismerjed, hogy be kell fejezned a balondériádat. De hogyha nem mondhatom azt, de azt mondom, hogy meg is áldlak téged a megtérés kegyelmével. Hiszen áldást öröklünk, de viszont vannak következmények. De azt mondom, hogy Jézus learadta a következményeket, tehát a helyettünk szenvedett, tehát mindnyájan vétkeztünk, tehát ez nem farizeusi szöveg, mindnyájan vétkeztünk, mindnyájunknak a büntetés rajta volt. Ez egy ingyen ajándék, ezt nem lehet kiérdemelni. Viszont aki elutasítja, az borzalom. Az borzalom. Az horrorisztikus. Nézzétek meg jelenések könyvét. Harag, az Isten haragja, az azt mondja, az egy rettenetes dolog az Isten kezébe esni, amikor már harag, amikor bosszú van, amikor bosszú állás van. És a gonosz embereken, akik tényleg mocskos gonoszak, és nem tértek meg, és minden ember egyébként vétkezett, tehát most csak mi már megtértünk. Halleluja! Újjászülettünk. Hú, halleluja! Halleluja. Nem akartam ezekről beszélni, de fontos tudni, hogy ahogy Jézus mondta, hogy akikre ráomlott ez a torony Siloámba, hogy ha meg nem térnek, hasonlóképpen elvesznek, és még a jelenések könyvben sokkal nagyobb földrengés lesz, meg sokkal nagyobb harag lesz, meg minden, mint ami még idáig volt, azokon a gonoszokon. Ezt jó tudni, hogy aki meg nem tér, az nem csak, hogy megsemmisül, vagy és nem lesz olyan nagyon boldog, hanem az bizony bosszúban fog részesedni. De ne ezért érje meg, mert félsz a bosszútól, hanem azért, mert az Úr jósága tégedet megtérésre indít. Ezért érje meg az Úr jósága. Nem fenyegetőzés van, de Jézus is megmondta, hogyha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Ez kemény beszéd. Fejsz már a fák gyökerén. Vannak emberek, akik néma ott a gyökér, vagy a gyökéren a fejsze. És ez nem fenyegetés, de egyszerűen Isten beszéde, mert Istennek már elege van ebből, ami a világban folyik, ebből a gonoszságból, hogy az igazakat, a jó embereket, a szelideket, ilyen farkasok állandóan kihasználják, megbántják, harabdálják, lehúzzák, kihasználják a farkasok. És Istennek gondja van az ő bárányaira. És úgy hiszem, hogy nagyon nagy a kegyelem, de egyszer lezárul, és aki farkas, aki rossz helyre áll, és farkas,
és nem tért meg. Annak jaj. Úgyhogy én a kegyelmet hirdetem, de a kegyelem az nem arról szól, hogy te egy farkas vagy, gonosz vagy, és nem térsz meg, mondva, hogy kegyelem van. Nem születsz újjá, mondvá, hogy nem, hogy kegyelem van, hanem még röhögsz is ez, hogy az egész egy tráger szavakkal illeted még a Bibliát is, meg az egészet. És akkor mondod, hogy úgyis evolúció van, meg csak az anyag van, meg nincs is ilyen Isten, meg ilyesmi. Te bolond ember kategóriájában vagy. Hiába van esetleg diplomád, vagy tanár vagy. Hogyha azt hirdeted az embereknek, hogy véletlenül fejlődtünk ki mutációk által, és nincs Isten, akkor nagyon nagyon nagy farkas beszédeket mondasz, és az Úr könyörüljön rajtad, és térje meg ebből. Amen. Amen. Mindig és mindenkor vigyorog te benned, és újra mondom, örvendezek benned, gyönyörködöm benned, Uram. Az Úrra nézek szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Ezért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik, te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Magasztalak, Uram, és boldog vagyok, mert az én Istenem az Úr. Atyám, a szám dicsőít téged örömtől elkakkal, áldlak téged életem fogytáig. Halleluja. Az Úr azt akar, hogy legyenek gyógyulások, szabadulások. Azt akar, hogy hit legyen az egyházban, hogy olyan hit legyen az egyházban, amikor a betegre tesszük a kezünket, és meggyógyulnak, amikor démonokat űzünk, amikor szeretetben vagyunk, egységben vagyunk, elég volt a széjjelhúzásból. Elég volt. És nem kell bújkálni, hanem hozzál áldozatot. Lehet, hogy te éppen, amikor összejövetel van a hívők összejövetel a házi csoportja, akkor te azt mondod, hogy te éppen fáradt vagy, pihensz, vagy nincs kedved, vagy inkább szórakozni akarsz, de nagyon vigyázz ezzel. Mert azt mondja az Úr, hogy az összegyülekezést el ne hagyjuk. Nem azt mondja, hogy a gyülekezetet el ne hagyd, vagyis hát a X adott gyülekezetet mondjuk, hogy te hit gyülekezetbe jártál, akkor onnan ne gyere ki, hanem azt mondja, hogy az összegyülekezést a hívőkkel. A közös imát, az összejövetelt úrvacsora, dicséret, ezt ne hanyagold el. Ha te elhanyagoltad évek óta, és nem is vettél úrvacsorát, akkor térje meg ezekből, és keressed az Urat, hogy adjon neked testvéreket. Legyen eszed. Utolsó időkben vagyunk. Te érdekedben mondom. Mi megcsináltuk a csoportot, és várunk szeretettel, de legyen eszed, tényleg. Ha már ennyit szenvedtél te is az Úrért, akkor nehogy itt a végén add fel, hanem tegyed félre a megkörnyékező dolgokat, a hitetlenségedet, a bűnöket, tegyed félre és menjél. És nem magadra nézz, hogy jaj, de hát én már annyit vétkeztem. Lehet, hogy elmentél az Úrtól már több ezer kilométerre, de csak egy lépés visszatérni. De az Úr ott van. Az Úr nem azért, ő még nem vetette el tégedet. Ő még ott van, és azt várja, hogy visszagyere. De ezt neked kell meghozni, ezt a döntést. Ő nem diktátor, hogy téged állandóan minden dologért csapkodjon, és hogy becsapkodjon téged a közösségbe, hanem gyere szabad akaratból, örömmel. Az atya azt mondja, hogy örül felettünk örömmel, és meghallgat szerelmében, és énekléssel örvendez nekünk. És mi meg vagyunk váltva, és azért énekléssel, újongással, és örökké tartó örömmel jövünk eléd. Örömben, boldogságban és vigasságban vagyunk. És szomorúság, a sóhaj, a gyász és a fájdalom szelleme elfut előlünk. Az örvendezés, a vígság, az öröm és a nevetés szelleme a mi örökségünk. Uram, telébe mész annak, aki örvend, és igazságot cselekszik, aki útjában rólad emlékezik. És hagyjon el minket, minden lepel, az elménket, minden ilyen homály, minden ilyen, hogy lássuk valóban, hogy mi az akaratod, Uram. Mert ne boruljon lepel a mi szívünkre, mint akik nem hisztek Krisztusban, hanem amikor megtérünk az Úrhoz, lehull a lepel. És az Úr elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik. És az Úr azt mondja, hogy szeresd az igazságot, és gyűlöld a hamisságot. Felkent minket az Isten örömnek olajával.
valaki azt mondta múltkor nekem, hogy ez milyen, miért mondom én azt, hogy szeresd az igazságot, és miért mondom azt, hogy gyűlöld a hazugságot, illetve hogy miért mondom azt, hogy gyűlöld a hazugságot, miért kell gyűlölni? Azért, mert az ige ezt mondja. Gyűlöld a hazugságot, gyűlöld a gonoszt, gyűlöld a sátánt. Azt mondja az ige, hogy meg kell gyűlölni a sátánt és minden hozzátartozó dolgot. És kérlek, Uram, add meg, hogy tegnap meg tudjuk gyűlölni, mert ez lelkileg sokszor, az ember főleg, hogyha lelki, akkor a lelke az még ragaszkodhat dolgokhoz. De Uram, adjál ebbe, kérlek, szabadulást, és kiárasztjuk magunkra, hogy tényleg a gonosz gyűlöletét, sátán gyűlöletét, bűn gyűlöletét, ami nem azt jelenti, hogy bár azt mondja Pál, és ez a lényeg, azt mondja, hogy nem gondolja, hogy tökéletes volna, de teljesen éve fut, és ezt kérem, hogy ne vizsgálgassuk magunkat, hogy aj, most én tökéletes vagyok-e, vagy nem, hogy károsztasson az ördög, hanem csak fussunk előre, keressük az Urat, és keressük az Urat, és keressük az Urat, és hogyha nem is értünk dolgokat, és meg akar keseríteni az ördög, akkor se fordítsunk hátat az Úrnak, akkor se a lelkünket dédelgessük, menjünk, mert utolsó idők vannak, gonosz napok vannak, és az Isten országa, az békesség, igazság és öröm, és bennünk van. És tagadjuk meg, és űzzük a démonokat, a keserűséget, gyógyítsuk a betegeket, beteljesedik a törömödben, szent szellemben, zsoltárokban, dicséretekben, szellemiénekekben mondok, dicséretet szívemben az Úrnak. És mindenkor örülök, szüntelen imádkozom. Azt mondja az Úr, mindenkor örüljél, szüntelen imádkozz. Mindenkor örülj, szüntelen imádkozz. De hát mondott, nem tudok mindig örülni. De a tagad meg a lelkedet, azt is mondja ezek, hogy tagad meg, és mondd meg a lelkemnek, hogy ne csüggedjél, ne hitetlenkedjél, örüljél lelkem, parancsolom neked, ez parancs. Tilos aggódni, tilos félni, tilos keseregni, a parancsot végre kell hajtani. És az Úr azt parancsolja, hogy mindenkor örüljél, akkor ne lelkizgessél, hogy jaj, de engem bántottak, igen. Mindenkit üldöztetnek, megvan írva, hogy akik Istenfélemmel akarnak élni, üldöztetni fognak. És valamit nem is értünk, hogy miért történik. Ezek botránykövek akarnak lenni a sátán kezébe, ha csinálja a mocskait, és utána megbotránkoztat minket, és ő Istenre akarja ezt hárítani a sátán, hogy ezt Isten csinálta. De ezt nem Isten csinálja, Istentől gonosz nem jön ki, Isten nem gonosz, és a gonoszsággal nem kísért, érted? Hanem, amit a sátán csinál, azt még Isten akarja ráverni. És ezzel meg akarja kérdőjelezni Istennek a jellemét. Ahogy kérdezte egyik ismerősöm, hogy ja, Isten szeszélyes, akkor Isten miért? Nem Isten a szeszélyes, te vagy, barátom, szeszélyes, meg már veszélyes. A hívőkre nézve, hogyha meg nem térsz a bolondériádból. Jó, én elfogadom, hogy sok mindent nem lehet érteni. És valóban ezeken át kell menni, hogy az ember harcolja a hitharcát, és nem mindig győz. Az elme az egy harctér, és nem mindig győzünk. Bár mindig győznénk, győzzünk mindig, én azt mondom. Nekem eddig még nem nagyon sikerült mindig győzni. De ha neked sikerült, akkor gyere és mutasd be, hogy kell. De én azt mondom, az Úr ezt megmutatja, és győzelemre vagyunk elhívva. És felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. És győzelemre vagyunk elhívva. Úgyhogy nem érdekel. Azt mondja Pál is, hogy ami mögötte van, azt elfelejtvén, ami előtte van, célegyenesnek idővén, igyekszik az Isten királyságába. Ez a lényeg. Ne az elmúltakon tűnődjetek, ahogy mondja az ige. Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne az elmúltakon tűnődjetek. Hogy jaj, én mindenkibe csalódtam, nem sajnált senki. Meg mi történt, meg hogy történt. Meg milyen sérelmeid vannak, veszteségeid vannak. Mindenkinek vannak, de luxus az. Az utolsó időkben. Meghátrálsz. De nem hátrálsz meg, mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Szívünk boldogsága, jó orvosság. Figyeljetek ide, az öröm épít, az öröm gyógyít. Hogyha nincs öröm a szívbe, az olyan, mint egy olyan kút, ami el van dugulva. Nem tud jönni belőle az élő víz, mert jön belőle a keserű víz. De te neked mi a szíved? Milyen a beszéded? Azt mondja az ige, hogy vannak, akiknek olyan a beszéde, mint egy nyitott sír, hogy kijönnek belőle a csontok, a hullák. Egy fertőző, olyan, mint ha valaki egy fertőző mérget beszélne. De neked a beszéded azt mondja az ige, hogy legyen sóval fűszerezett, meg az enyém, sóval fűszerezett, legyen kedves beszéd, legyen az ige, az igét szóljuk.
miért mindig a politikát is lehet szólni, meg lehet szólni a problémákat, de ne Istennek mondjad állandó, hogy mekkora problémád van, hanem mondd meg a problémáidnak, hogy mekkora Istened van, halleluja! Üzd el velem együtt, kötözzünk, oldozzunk, a mi csoportunkban is kötözünk, oldozunk, és nem fogjuk feladni, bár én se értek dolgokat, mert minthogy, de nem is kell mindent megérteni, mert magasabbak az Úrnak az útjai, mint a mi útjaink. És lehet, hogy kérdezed, hogy miért nem kaptad meg még a társadat, vagy miért nem kaptad meg azt a munkát, vagy ezt a szolgálatba, miért nem tudtál beállni, vagy miért volt ez, miért loptak meg, figyelj, nem biztos, hogy a réseket kell keresni, hogy ezért, meg azért, meg ezért, meg ilyen álltok, meg olyan álltok. Ne olyan legyél, mint Jobbnak a barátai, hogy mindent meg akartak magyarázni, hanem menjél tovább, és amit nem értesz, add át, mondd meg az Úrnak, Uram, nem értem, de hiszek benned, bízom benned, megyek. Persze az Úr kijelent valamit, akkor persze az így van, de nem kell okoskodni állandóan. Most is nemrég egyik fiatal hívő elhunyt, és voltak, akik próbáltak megideologizálni, vagy ezért, meg azért. Én azt mondom, nem kell. Én úgy hiszem, az Úr adjon vezetést ebbe. És köszönjük, Uram, hogy könyörülsz rajtunk, és megszabadítasz minket, mert váltságdíjat találtál értünk. Ezért nézhetjük a te színed nagy örömmel, visszaadod az igazságunkat. És igen, én hiszek abba, és higgyünk abba, hogy lesz olyan korszak, előbb vagy utóbb, hogy tényleg a vakok látnak, a süketek hallanak, és nagy csodák lesznek. Nagy csodák lesznek. Nagy csodák lesznek. Nem azt fogod állandóan hallani, hogy ezzel az történt, ez is beteg, az is, ezzel mi történt, azzal mi történt, hanem lesznek jó hírek. És már most is ez van. Csak higgyük el. Csak álljunk rá, higgyük el, hogy nagyobb dolgokat teszünk, mint Jézus, hogy már itt a Földön működik a gyógyulás, mert van, aki azt mondja, hogy nem, majd a mennybe gyógyul meg. Oké. Okay. De a mennybe ott már nem kell gyógyulás, mert ott nincs betegség. Ahol pedig nincs betegség, ott nem kell gyógyulás. Ez olyan dolog, mint hogyha azt mondom, hogy például kell a kocsiba a benzin, hogy tudjon menni. De hogyha van egy olyan kocsid, ami nem benzinnel megy, hanem mondjuk folyamatosan tud menni, más, akkor már nem kell bele benzin, ugyanígy. Hogyha már minden tökéletes a mennybe, ott már nincs gyógyulás, mert az azért kell a gyógyulás, hogy a mostani világban a betegek meggyógyuljanak. De ahol már nincs beteg, ennyi. Tehát nem kell kitolni ezt állandóan. A gyógyulás az most van. Azt mondja az Ézsaiás, és betöltötte Jézus, amikor gyógyította a betegeket, démonokat tűzött, és azt mondja az ige, hogy beteljesedjék. Ha az Ézsaiás könyvben írva van, ő sebében gyógyultunk meg. Azt mondom, 16-ban, Máté 16, vagy hol van. Tehát, hogy ez itt a Földön. Tehát most hiába mondod azt egy betegnek, hogy majd a mennybe meggyógyul, az oké. De a mennybe ott már nem fog meggyógyulni, mert ott már új teste lesz, ott már egészséges testben lesz. Ami persze az is egy gyógyulás, de meg értem én azt, hogy nem az a lényeg, tehát a lényeg az, hogy a mennybe kerüljön valaki és üdvözüljön, tehát az a lényeg persze, hogy a lélek megmeneküljön. Nem kell a gyógyulást minden elé tenni, de viszont nem kell megtagadni se, hanem hinni kell. És nem szabad megkeseredni viszont dolgok miatt. És felzendül énekem, mint a szent ünnepek éjszakáin, és örvendez szívem, mint azok, akik a fuvlaszóra mennek az Úr hegyére, Izrael kősziklájához. Az én Istenem adott nekem, és neked is gazdagságot és kincseket, és megengedte, hogy együnk abból, és részünket elvegyük, és örvendezzünk a mi munkánknak, és a szívünk örömét az Isten kedveli. Figyelj ide, azt mondja, a szívünk örömét az Isten kedveli. Ő nem szadista. Melyik apa az, aki örül annak, hogy a gyereke szenved, vagy a gyereke rosszat csinál, akkor levágja kezét, lábát. Amikor Jézus azt mondta, hogy vágjuk le, meg azt nem arra gondolt akkor, hogy fogjad magadat és vegyél egy kést, hogy vágj ki a nyelvedet, a hülyeséget beszélsz, hanem azt úgy kell kivágni, hogy megtagadni és a Szent Szellemet betöltekezni és az Urat keresni és megtagadni. Szellemileg kell ez, ne fizikailag, hogy akkor volt egy őrült ember, olvastam egyszer egy pszichológus könyvébe, hogy bement a Lipótmező, még akkor volt, oda bement, és levágta a saját készfejét, és ezt az igét hangoztatta, hogy le kell vágni. De az ördög kiforgatja. Ezt szellemileg kell érteni. Nem szó szerint, hogy levágod. Vétkezel is levágod. Vétkezel a szád, azt kivágod a nyelvedet. Vétkezel a lábad, azt leamputálod. Ne örüljünk meg. De a sátán kiforgatja a dolgokat. Hanem kérni kezd, Urat, hogy Uram, akkor ezt meg tudjam utálni, ezt a dolgot, megbánom.
és betöltek ezek a szellemeddel, és leválasztom magam szellemileg, én elvágom ezeket, és most is elvágom minden bűnnek kötelékét, minden, és add meg, Uram, hogy istenfélők legyünk, és bűngyűlölők, és teljes szívből tudjunk futni. Mert a langyosokat ugye kiveted. És ne legyünk langyosak, és ezért megátkozom a langyosság szellemét, a visszaesést. Halleluja! És Atyám, köszönöm neked, hogy imádságém gyümölcsöt teremnek. És köszönöm, hogy azt mondod, Uram, hogy ne az elmúltakon törődjünk, hanem vigyünk édest, együnk kövéreket, ami azt jelenti, hogy ünneplés, tehát ünnepeljük Jézust, ne depressziózzunk. A világ depressziós, a világban öngyilkosságok vannak. Most is olvastam, hogy egy mentőápoló, egy családapa öngyilkos lett. És tudjátok, lehet, hogyha elvittük volna, valaki elvitte volna neki az evangéliumot, akkor ez nem történik meg. Csak mindenhova nem tudunk, tehát azért kell imádkozni, hogy küldje, Uram, munkásokat az aratásodba, mert itt hullanak az emberek, öngyilkosságba is. Volt, hogy találkoztam egy fiatal lányjal, egy zenész, több diplomás, és fiatalon öngyilkos lett. Nem ez az Úr akarata. Az ördög sajnos becsapja az embereket. Hú. De hála Istennek, hogy le van győzve. És az Úr az megvigasztalja, és hiszem, hogy az Úr mindent helyre fog állítani. Hiszem, hogy az utolsó szó az alfa és az omega az Úr. Az omega az az Úr. És az Úr az utolsó szó. És azért imádkozzam, hogy a te örömöd megmaradjon bennünk, és az örömünk beteljék. Isten igazságú vagyunk Jézus Krisztusban. És úgy állunk előtted, mint soha nem védkeztünk volna. Isten országához tartozunk. Igazságban, békességben és Szent Szellem által örömben élünk. És hálát adok neked, Atyám, hogy megjelentetted nekünk az élet útjait. Betöltesz örömmel a te orcád előtt. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Figyeljetek, vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyeken gonoszt láttunk. Vidámíts meg minket még egyszer, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Jöjjön ki ez a vidámság az életünkre. Nem lehet úgy szolgálni az Urat. Depressziósan. Az halált szerez, a depresszió. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Tedd állandóvá. És a reménység Istene töltsön be minket minden örömmel és békességgel a hitben. Bővölködjünk a reménységben, a Szent Szellem erejáltal. Hallelujah.